3,5 évvel ezelőtt kezdte meg működését Nyíregyházán az iskola az Amerikából hazatérő bolega házaspár irányításával. Az olimpiai sportágat világszerte több mint 100 millióan űzik, idehaza pedig mintegy 5000-en versenyeznek. A Kelet-Nyugat harcművészeti és önvédelmi iskolának is vannak már olyan képviselői, akik megmérettetik magukat az országos versenyeken. Nagyon jó tanulójaink vannak, tovább akarjuk oktatni a tanulókat. Most már van 8 versenyzőnk, akik járnak, kadétok, dzsuniák és felnőttek is, járunk Pestre edzeni, ebbe az évben szeretnénk egy nagyobb, kétszer akkor helyi iskolába költözni, több tanuló legyen, közelebb legyen a város központjához. Taekwondo az olimpiai sport, és behoztuk ide 3,5 éve, most már elég sok tanulónk van, hihetetlenül támogató, jó segítők és szülők vannak, és felnőtt tanulók. Ez nagyon sokat segít abban, hogy népszerűsítjük. Egyesület vagyunk, Nyíregyházi Taekwondo Sportklub, és ez is fölemelő, mert most már ugye tudunk többet behozni, tanítani, és megismertetni velük ezt a vibrant, gyönyörű koreai sportot, ami nagyon közel van a magyar harcművészet, a magyar történelemhez. A legutóbbi övvizsgán a színesöves tanulók adtak számot tudásukról. Bár az elmúlt évben a járvány miatt picit csökkent a jelenkezők száma, most is sokan vannak, akik számára vonzó a taekwondo. Kicsi korom óta nagyon szerettem volna valamilyen harcművészetet csinálni, és a taekwondo volt a legmegfelelőbb számomra, kezdve a nagymesterek magas oktatásával. Mint a nagymester elmondta, kortól és nemtől függetlenül bárki üzheti a sportágat, amely nem csak a fizikai, hanem a mentális állapot karbantartásában is hasznosnak bizonyul. Nálunk a családban először a gyerekek kezdték el ezt a sportágat, és aztán beszippantott engem is. És hát a gyerekek azon túl, hogy az iskolában nagyon sokat fejlődtek tőle, nekem is sokat segít a napi feszültséget levezetni. Az iskola még ebben az évben szeretne nagyobb terembe költözni. A távlati tervek között 20-25 versenyző és 10-15 oktató kinevelése szerepel, a tanulói létszámot pedig 150-200 fősre szeretnék növelni. A cél az, hogy az iskolának legyenek olyan versenyzői, akik olimpián, világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon képviselik majd a magyar színeket.